élete legkeményebb megmérettetésére készül Prantner Gábor, a Paksi rendőrfőkapitányság fegyveres biztonsági őre. A futás ötlete először egy jelentős súlygyarapodás miatt jött be az életébe. Fogyókúraként kezdtem még 2017-ben. Karácsony után ráálltam a mérlegre, láttam, hogy 100 kiló, nem mondom, változtatnom kell. És hát a legegyszerűbb mi volt? Futócipő, irány az utca. Így kezdtem. 3 kilométerrel kezdtem az utat az első távon, amit futottam. Nem volt egyszerű. 2015 karácsonya után 100 kilót nyomott, így az volt az újévi fogadalma, hogy lefogy. 2016 elején aztán elkezdett futni, 2-3 kilométerekkel indított, eléggé nehézkes volt a kezdet. A súlya szépen lement, mondhatom azt, hogy az első évben már sikerült elérnem a kitűzött 80 kilogrammot, és hát a futást azt pedig így menet közben megszerettem, úgymond életmódváltás. Hát szerintem az is volt, mert ugye az étkezésen is sok mindent változtattam. És így most már mondhatom magam futónak, mert most már ugye az akkor most a közel 8 éve, hogy futok. Nagyon sok kilométert lefutottam már az idejében, az idejévre meg lett a 35 ezer kilométerem 8 év alatt. Úgyhogy igen, itt ragadtam. Ám egyre jobban ment, áprilisban már 18 kilométernél tartott, közel volt a félmaraton, amelyet akkor egészen emberfelettinek gondolt. Benevezett egy versenyre, amit sikerült 2 óra alatt teljesítenie. Ez adta a löketet, hogy a hobbiból szenvedély legyen. Nem sokkal később jött az első maraton. 2017-ben 42 éves lett, úgy gondolta, jó lenne ennek az örömére maratont futni. Elkezdte a felkészülést, majd a maratonfüred keretein belül 3 óra 46 perc alatt teljesített is. És akkor onnan már mondhatom azt, hogy egyenes út vezetett úgymond az ultrafutáshoz. Hát ugye gyorsfutó már nem leszek, mert hát azért most már igen 48 éves vagyok. De viszont hosszú távon azt mondom, hogy még tudok hozni egy olyan átlagot, amivel még szépen el lehet futni ezeket a úgymond hosszú távokat. Természetesen a holdpontok őt sem kerülik el, amikből igyekszik erőt meríteni, és ezeket a tapasztalatokat felhasználva még elszántabbá válni. Igen, a holdpontok. Most pont másfél hete volt ugye a Korintos 160 elnevezésű verseny Szekszárdon. Ugye ott Szekszárdról futottunk le Bajára, illetve Bajáról vissza Szekszárdra, 160 kilométer. Na ott nekem úgy sikerült a verseny, az első 25 kilométer, amire azt mondom, hogy még élveztem, a többi, a 135 kilométer az szinte mélypont volt végig. Hát, hogy mi segít ki belőle? Eddig úgy voltam vele, egy 5 kilométer, 10 kilométer is elmúlik a rossz érzés, vagy a rossz gondolatok, de itt azt mondom, hogy szinte végig megmaradt, tehát 135 kilométer ment úgy, hogy nagyon kellett küzdenem, nagyon nehéz verseny volt. Hát ebből is építkezem, úgy vagyok vele, hogyha itt sikerült a 135 kilométer, ha kint lesznek nehézségek, ebből töltődöm. Remélem, hogy jól sikerül kint is. A Korintosz és az Ultra Balaton Gábor kedvenc versenyei közé tartozik, sokszor indult már ezen a két viadalon. A Spartatlonra a várólista első helyéről került be. Szeptember utolsó hétvégén, szeptember 30-án lesz Görögországba a Spartatlon nevezetű ultrafutó verseny, ami szerintem Európában az aszfaltos ultrák között talán a legjobb nevű verseny. Sok ultrafutó szeretne ide eljutni, többek között én is. Az idei évben sikerült egy kis szerencsével bejutnom, és most erre készülök. Hát ugye próbálok melegbe futni, mondjuk a mostani időjárás nem igazán barát ebben, de próbálom ezeket a nagy melegekbe való futásokat, ugye gyakorolnom kell, hogy ott kint azért meleg lesz. Próbálok úgy felkészülni az ottani körülményekre. Az ultrafutó 2023. szeptemberében a Spartatlonon áll rajthoz. Az Aténtól Spártáig tartó 245 kilométeres történelmi táv igazán embert próbáló. Nem csak a szintkülönbségekre kell felkészülni, hanem a forróságra is. Erre a távra a versenyzőknek 36 óra adott. Addig is próbál nagy melegben futni, amennyire lehet, készülve a görög körülményekre.